Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Sejdel Toldi Emil, Szent Ferenc Kórház igazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, én Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Már is gyógyítással kezdjük, de előtte a kötelező köröket. 5782. Tisré havának 17. napján vagyunk, Szukott félünnepén. Polgári időszámítás szerint 2021. szeptember 23-a és csütörtök van. Az időjárás az évszaknak megfelelő. A középárfolyamok pont úgy, mint tegnap. 149 évvel ezelőtt született Richter Gedeon vegyész, a magyar gyógyszeripar egyik legnagyobb alakja, akit a magyar nyilasok a Dunába lőttek 1944-ben. Ma egy pillanatra álljunk meg, és adózzunk emlékének, mi mindent tudott volna még kikutatni és tenni az emberiségért, ha ez nem történik meg vele, na meg többi embertársainkkal. És akkor lépjünk át a mába, látogassunk képzeletben el a Szent Ferenc Kórházba. Sok-sok kérdés, mit szól a bilincsben elvitt doktorokhoz akkor, amikor doktorhiány van, akkor, amikor a nyugdíjasokat nem tudja tovább alkalmazni. Annyira fontos ez a hálapénz, nincs más módja ennek. Meg egyáltalán mi lesz a Covid utókezeléssel? Szép nagy témák, szeretettel köszöntöm a nézőket. Nem is tudnám, hogy melyikkel kellene kezdeni. Talán egy pár gondolat a hálapénzről, ha ez így felmerült, és utána egy kicsit a dolgozókról, és utána az, hogy mi áll előttünk, ha ez így megfelelő lehet. Először is mi azt gondoljuk, hogy az, hogy a hálapénz nincs, az jó. Az egyházi kórházakban azért az elmúlt években, évtizedekben, amióta vagyunk, próbáltunk figyelni arra, hogy hálapénz ne legyen. Tehát mi azt kértük és kaptuk is a betegeinktől, hogy ha lehetőségük van rá, akkor transzparensen a kórházi alapítványokra és hasonlókra adják ezt a hálájuk jelét, és soha nem előre, hanem utólag. Ez úgy mind a nagyvilágban, Amerikában, Izraelben a kórtermek valakiről vannak elnevezve, az ágyakon is valakinek az emlékére van. Ez egy jó gondolat, és azt gondoljuk, hogy ha már beleivódott a rendszerbe, és ha már nekünk szükségünk van arra, hogy a normál állami támogatás vagy OEP finanszírozás mellett is a fejlesztésekhez plusz összegekre legyen szükségünk, akkor ez egy transzparens és jó módszer. Nyilván ez sok fájó és jó pontot tud okozni. Az, hogy ez most így eltörlődött, ez abszolút nem baj. Tehát azt gondolom, hogy a hálapénz egy nagyon régóta létező és egyre inkább blokkoló része volt a magyar egészségügynek, különben a kelet-közép-európai egészségügy részének is. Azt gondolom, a betegek jobban tudták január 2-án, hogy nincs hálapénz, mint maguk az orvosok, és ez se volt rossz. Tehát ez sok szempontból egyszerűsítette a rendszert. Különben érdemes lesz majd megfigyelni, hogy adott esetben a rendszeres beteg találkozók száma adott esetben, hogy változik a hálapénz megszűnése után. Ez nyilván egy statisztikát majd megérdemelne egy-két év múlva. Ön mind borítékol, hogy kevesebb lesz az orvos-beteg találkozó? Én azt gondolom, hogy segít abban, hogy jobban betartsuk a szakmai ajánlásokat. Tehát az egyéb alternatív utakat tulajdonképpen egy picit kihelyezi a rendszerből. Van egy érdekes, talán nem annyira várt nehézsége is a hálapénzrendszernek, az, hogy jelen pillanatban felemeltük az egészségügyi dolgozók közül leginkább az orvosok bérét, bár mindenkiét felemeltük, és eddig valahol a hálapénzrendszer ösztönözte is a hihetetlen erős túlmunkát. Ez a rendszerből most kijött. Tehát ez azt jelenti, hogy aki eddig dolgozott 12-13-14 órát, 8 órás fizetésért, az most dolgozik 9-10 órát. Ez annyit jelent, hogy fajlagosan nem biztos, hogy ugyanannyi beteget fogunk tudni ellátni. A másik gondolat pedig, ki kell találnunk azt, hogy hogyan tudjuk a jobban többet dolgozó dolgozóinkat ösztönözni,
hiszen most egy egyenlőség van. Ez mostani kihívás, nyilván ezt át fogjuk tudni majd hozni a fejlett világ nagy vállalati rendszereiből, hiszen ezt meg kell tennünk, de ez egy olyan kihívás, amivel nem számoltunk az elején. De összességében azt gondoljuk, hogy ez egy jó rendszer a dolgozóknak és jó rendszer a betegeknek. Tehát ez talán a állapénz gondolat. Azt hiszem, hogy ez így 1-2-3 év alatt azért kiirtódik a rendszerből, tehát sokkal de gyorsabban addig kiirtódik. Addig is, ameddig ez kiirtódik, 2 nyugdíjas orvost bilincsben elvinni, példát statulálni, ezek az emberek még van bennük nagyon sok, amit tudnak adni a társadalomnak. Egy ilyen példastatuálás után nem hiszem, hogy szeretnének ezek az emberek a társadalommal találkozni. Nem ismerem a részleteket, tehát nem tudjuk, hogy mi történt és hogy történt. Azt is gondolom, hogy nagyon gyors volt ez az átállás. Gyors a társadalom felé is, és gyors a egészségügyi dolgozók felé is. Hogy ez hogy fog történni, és ennek mi lesz a végeredmény, azt gondolom, ez egy bíróság fogja megmondani, és ez ki fog derülni, hogy mik voltak a részletek, miért került ez elő. Valóban hálapénzről volt-e szó, vagy valami előzetes tulajdonképpen ellátási kérdésnek a alátámasztásáról, ezeket nem tudjuk. De azt gondolom, hogy én is érdeklődéssel követem, hogy mi fog történni, hiszen ez egy olyan terület, ami nekünk is értettem, teljesen új. Elfogadtam a válaszát. Mégis ön egy egyházi kórház vezetője. Igen. Van egy szövetségük. Igen. Példaértékű ez az együttműködés. Vajon azért, mert ez egy egyházi együttműködés, a mecenatúra jobban magához tér-e, mint az egész társadalom egészségügyi ellátásánál? Egyházi kórházak, jelenleg 4 egyházi kórházunk van, illetve a görög katolikusok Kisvárdával az 5. becsatlakozó lesznek evangélikus kórház is, evangélikusok is indítanak kórházat. A mecenatúra az nem csak az egészségügyben volt fontos és alapvető, bár nyilvánvalóan a zsidó-keresztény gyökereknél, ha végignézzük, a betegek és a rászorulók ellátása az egy alapfeladat volt mindenkinél. És a halottak ápolása, és ez... Tehát valahogy az egész kultúránk ebből indult el, és erre építkezett, nem véletlen, hogy több száz éve ilyen gondolatok mellett jönnek létre szerzetes rendek, jönnek létre a különböző, még Magyarországon ugye a török időket követően az ellátó helyszínek, hát a Mazsii Szeretett Kórháznak is a megmaradt része tulajdonképpen pont egy ilyen területen maradhatott meg, hát nem az alapkórház maradt meg. De... Visszatérve a gondolatra, azt gondolom, amikor a civil társadalom a 90-es évek elején, a 89-es törvény alapján elindulhattak a civil szervezetek, akkor elindult az a fajta mecenatúra újra, amelyik tulajdonképpen jellemző volt erre a kelet-közép-európai és Kárpát-medencei régióra. Ugye először mire költenek az emberek? Először vettünk egy kicsit jobb autót, ami nyugati volt. Vettünk jobb cipőt, jobb ruhát. Elkezdtünk aztán foglalkozni az egészségünkkel, jobb lakásokat vásároltunk, tehát valahogy így történt a fejlődés, és elkezdtünk gazdagodni. És a gazdagodásnak van egy olyan lépése, amikor az első generációs meggazdagodók azok átadják a stafétabotot a következő generációnak, vagy azért, mert meghalnak, vagy azért, mert nyugdíjba kerülnek. És minden ilyen vagyonváltásnál van egy szerepe a mecenatúrának, és ez most kezdődik el a mi világunkban. Az, ami tulajdonképpen az 1800-as években teljesen természetes volt, hogy akkor, amikor rendelkeztem, végrendelkeztem, akkor ráhagytam az egyházra, vagy egy bizonyos alapítványra, vagy valamire a vagyonom egy részét, mert azt gondoltam, hogy az élethez ez is hozzátartozik, hiszen nem visszük magunkat. Ez most kezdődik. Talán mi jobban értjük ezt egyháziak, mint a világ sok szempontból, és talán megbízhatóbbak vagyunk. Talán jobban tudunk kérni is erre, mert erre vannak évszázados bizonyítékaink, hogy ez működhet. Mindenképpen szükségünk van rá. Tehát ha azt nézzük, hogy az egyházi kórházak ugyanúgy megkapják a finanszírozást a betegellátásért, mint ahogy megkapják az államiak, de a fejlesztésekért mindig a tulajdonos felel. A tulajdonosi felelősség pedig attól függ, hogy milyen gazdasági helyzetben van a tulajdonos. Én azt hiszem, hogy a történelmi egyházak gazdasági bázisa, akárhogy nézzük, megszűnt. Tehát jelen pillanatban a
a sovány, hogy mondjam, a sovány malacot próbáljuk felhízlalni, vagy a sovány, tehát nincs mögöttünk olyan gazdasági bázis, ami valóban működik, tehát az, hogy koldulunk, ez egy normális tevékenység, és azt is gondoljuk, hogy az egészségügyre, vagy a szociális területre való kérés, az érthető a társadalom számára, hiszen mindenki találkozik ezekkel a problémákkal. Egy nagyon furcsa kérdéssel hozzátennék a kérdésözenemhöz. A hívő embereknek az a feladatuk, hogy betartsák a rendelkezéseket. Na hát a zsidóknál aztán van több száz, de a keresztények mindenkinél van bőven. Vajon látjuk ezt az egészségügyi állapotukon? Mert ugye, hogy nem csak tisztelni kell a szülőnket, hanem magunkra is vigyáznunk kell. Törvényeknek megfelelően kell, hogy étkezzünk. Látszik-e azokon a hívő embereken, hogy ők valamivel jobb állapotban vannak? Nagyon furcsa a kérdés, én elhiszem, de ha valaki betartaná az összes rendeletet, amit az örökkévaló megparancsolt, megüzente, akkor lehet, hogy másképp néznénk ki egészségügyileg? Technikai értelemben biztosan másként néznénk ki. Tehát az egészséges táplálkozást, az ártalomcsökkentésnek a tulajdonképpen akár bibliai, ószövetségi, vagy akármilyen, bármilyen parancsát, vagy tanácsát betartanánk, akkor jobban néznénk ki. Ezt nem tudjuk lefordítani az egyházi kórházak nyelvére, hiszen az egyházi kórházak területi ellátással rendelkeznek, és a területi ellátásban senki nem kérdezi, hogy milyen hittel rendelkezel. Van egy másik ellátási lehetőségük is. Az egész országból bárki, aki azt mondja, hogy akármilyen hithez tartozik, és ezért egyházi ellátásba szeretne részesülni, az jöhet egyházi kórházakba, hogyha a területi ellátás fölött van maradékkapacitás. Az is nagyon fontos, hogy az egyházi kórházakba függetlenül a hittől azok kerülnek, akik az adott szakterülethez tartoznak. Tehát egy Szent Ferenc kórháznál teljesen mindegy, hogy ő katolikus, evangélikus, zsidó, muszlim, ha kardiológiai baja van, vagy infarktus után, akkor hozzánk kerül. Ugyanúgy a Mazsei Szeretett Kórházba is elmen a holokauszt túlélők kórháza, de hát ha megnézzük az ott gyógyulókat, akkor már csak az időrend miatt sem tudna ez működni. És az összes többi egyházi kórházban így van. Tehát a gondolat nagyon jó, nem tudok rá válaszolni, de azt gondolom, ha betartanánk az egészségre vonatkozó ajánlásokat, bármilyen történelmi vagy jelenlegi, sokkal jobban működnénk, és nem betegségügyet csinálnánk, hanem egészségügyet, mert jelen pillanatban az egészségügyet betegség. És a prevenció lenne. Látunk elhízott papokat, püspököket, abszolút, és rabbikat, abszolút. Akik... Elhízott orvosokat, dohányzó orvosokat. Tehát igen. Ez... Jó, akkor... Eltöltöttünk egy hosszú időt, anélkül, hogy a Covidról beszéltünk volna. Ön az egy olyan kórházvezető, igazgató, főorvos, akinek az egyik küldetése a long Covidnak, tehát a Covid következményeivel foglalkozni. Hogy sikerül ez? Először is igen, az egyházi kórházak nagyon korán elkezdtek a post-Covid-dal és a Covid utáni állapotokkal foglalkozni, ezt talán tavaly áprilisban kezdtünk el először gondolkodni, akkor még azt hittük, az variáns az olyan volt, hogy leginkább a tüdőt támadta, tehát azon gondolkoztunk, hogy csak tüdő rehabilitáció kell, vagy pedig más is. És akkor már észrevettük, hogy vannak kardiológiai egyéb bajok is, és egy ilyen jellegű ellátást a legjobban talán olyan helyen lehet adni, hogy amúgy is rehabilitáljuk az embereket. Mihez értettünk, elkezdtünk gondolkodni rajta, megcsináltuk, és tulajdonképpen idén tavasszal át is adtuk a post-covid rehabilitációs osztályt, előtte is tettük, csak jóval nagyobb ütembe tudtuk ezt tenni. A post-covid rehabilitációnak van egy pár sarokpontja, lényegesen drágább, mint a normál rehabilitáció, és sokkal hosszabb ideig tart. Tehát tulajdonképpen, aki post-covid rehabilitációt csinál, az sokkal több munkát vállal magára, és csődbe dönti a saját egészségügyi részlegét. Lehet ezt egyáltalán napi kórház szinten csinálni? Napos kórház szinten? Lehet csinálni fekvőbetegként az intenzívről kijövő betegekkel hosszú hónapok alatt. Itt másfajta ellátások, másfajta fertőzések, más dolgokra kell fókuszálnunk. Tulajdonképpen itt egy nagyon legyengült állapotú, de relatív jó prognózisú betegcsoportot látunk 3-4 hónapos kezeléssel. Van egy olyan csoport, aki volt kórházban, nem intenzíven, azt akár fekvő, akár nappali ellátásba el tudjuk látni. Hál' Isten jól működött, erre modelleket építettünk ki.
és vannak a egy-egy speciális tünettel rendelkező posztcovidosok, akiket ambuláns ellátásba kellett vennünk. Ugye ez az ambuláns ellátási forma, hogy távolodtunk a COVID nagyszámú betegtől, egyre csökkent, hiszen kevésbé volt rá igény. Most, ha jól értem, akkor éppen közeledünk. És most pedig jön a negyedik hullám, vagy következő hullám, melyik országban hányadiknak hívják ezt a delta variánst. Megint arra kell készülnünk, hogy elindul a kórházi COVID ellátás, elindul a kórházi intenzíves COVID ellátás, el fog indulni a post-COVID fekvőbeteg, nappali és ambuláns ellátás megint. Annyi különbséggel, hogy nehezebb pszichés helyzetbe lesznek az egészségügyi dolgozók is, és a betegek is. Ugye az egészségügyi dolgozóknál azt láttuk, hogy azért ez az elmúlt másfél év borzasztóan megfektette a rendszert. Nagyon sok átalakulás történt az egészségügyi szolgálati jogviszonytól elkezdve kórházak centralizálásáig, és az állandó felkészülése egy járványra. Azért ez nagyon sok, főleg nyugdíjas kollégát érintett, nem feltétlenül dolgoztak tovább a rendszerbe. A járóbeteg szakrendelőkből az elvezénylések, átvezénylések szintén megnehezítették a rendszer működését. A vizet, és akkor köszönöm már szépen, is nem mindjárt, bár mindjárt, a ratinget ugyan növelné, de ne fulladja meg, mert a gyerekeinek szüksége van. Köszönöm. A betegekről nem is beszélve. Reméljük. A másik történet az az, hogy eddig volt egy társadalmi konszenzus, hogy a covidos betegeket minél inkább ellátjuk, bármelyikünk beleszaladhat ebbe a gondolatba. Most ott tartunk, hogy van a lehetőség ennek a nagy valószínűséggel történő súlyos szövődménynek vagy halálos szövődménynek a megelőzésére, ez az oltás, és van egy olyan csoport, aki ezt nem veszi föl. Ez egy tudatos döntés, néha már ilyen szinte hitbéli döntésekként kezelik ezt, és éppen ezért... Napokban szerte a világban pont ilyenek haltak meg. Igen, de ő, tehát amikor ez a csoport kerül majd be a kórházba, akkor nyilvánvalóan egy más pszichés terhelése lesz az egészségügyi dolgozónak, aki azt mondja, hogy nekem lenne egy alapfeladatom, de téged kell gyógyítani, miközben te egy tudatos döntés miatt kerültél ilyen állapotba, tehát ez egy nehézséget fog jelenteni, plusz a beteg vagy a beteg családtagja is arra készültek, hogy ez egy nem létező betegség, és ezért nem vették fel az oltást, tehát itt nagyon sok plusz pszichés, lelki gondozói, pszichológusi segítségre van szükség, hogy ezt a rettenetes helyzetet fordítsuk. Tehát mind a mellett a társadalom nem lesz szolidáris ezekkel az emberekkel, hiszen azt mondják, hogy miattuk történik majd adott esetben egy következő megszorító intézkedés sorozat. Tehát azt gondolom, egy picit ez szegmentálja a társadalmat. Tehát a normál ellátásunk kívül nekünk most még sokkal inkább figyelnünk kell a társadalom kohéziójára is itt de a következőben. De végül is az orvosi eskü szerint akkor is meg kell gyógyítani őt, hogyha a prevencióba és az oltás nem vette föl, tehát... Meg is fogjuk, ezzel nincs semmi gond, csak annyi a nehézség, hogy az eddigi nehézségeken kívül még ez is rá fog rakódni, és ezzel is küzdenünk. Na most van egy nagyon nagy régi mondás, hogy mindenhez pénz, paripa, fegyver kell. Az igen. Épület megvan, az épület nagyon jó. Lelkes emberekkel, és mint ahogy szoktam említeni, eme kórház esetében kívülről lehet érezni a frissen takarított kórházi illat helyett, akár egy szálloda is lehetne. A kérdés csak az, hogy ezek a pénz, paripa, fegyver, mit is értek én a fegyver és a paripa alatt? A munkaerő, hisz az előbb arról beszéltünk, ugye, hogy a nyugdíjasok igen. Kiestek. Részben kiestek, vagy nagyon kicsit tudnak részt venni benne. Igen. Két alapvető nehézsége van a Szent Ferenc kórháznak is, véletlenül a többi kórháznak is. De bennük az egyházi kórházaknak. Bennük az egyházi kórházaknak is. Először is van a nyugdíjas kérdés. Jelen pillanatban nagyon sok olyan munkavállalónk van az egyházi kórházakban, akik nyugdíj mellett végezték a tevékenységüket. Ugye a nyugdíj mellett végzett egészségügyi tevékenységhez engedély szükséges, ahhoz, hogy megkaphassák a nyugdíj jellegű ellátásukat plusz a fizetésüket. Ezek az engedélyezési eljárások az esetek legnagyobb részében nem zárultak le. Ez annyit jelent, hogy ha mi nem előlegeznénk meg a nyugdíjasoknak a nyugdíj jellegű ellátás összegét, akkor ezek az emberek elmennének. Ez annyit jelent, hogy nekünk óriási ráfordítás szükséges
amire nem gondoltunk hónapok óta, hogy ezek az emberek velünk legyenek. Ugye egy radiológus asszisztens jóval hamarabb el tud menni nyugdíjba, mert veszélyes munkahelyen dolgozott, hiány szakma. Számtalan ilyen terület van, de beszélhetünk konyhai alkalmazottokról, karbantartókról, mindenfélekről. Tehát őnekik... Ez a nyugdíjhatósághoz, vagy a fenntartóhoz, vagy az állami minisztériumhoz? Ez tulajdonképpen ez az államigazgatásnak egyedi vizsgálatai, tehát ezek ha az államkincstárnál nézzük, ezek a felülvizsgálat alatt történő jelzővel rendelkező emberek. Innét is üzenjük akkor, hogy rajta gyorsan szaporábban. Hát nekünk ez nagyon nagy segítség lenne, hogyha ez a... Már érdemes volt fölkelni. Ezt a forrást. Állami kincstárt eseknek szívesen fölébredni, mert nem tudni, hogy rokon, gyerek, ismerős, anyuka, apuka, amikor kerül oda, és nem lesz a kiállása. A másik oldal, ami szintén nehézséget okoz, hogy igen, nagyon sok olyan nyugdíjas volt, aki nem lépett be az ECT alá, vagy azt mondta, hogy elmegy magánba. Ezeknek egy része visszajött, egy része nem, de ha pár százalékkal vannak kevesebben, akkor is kevesebben vannak. Nyilván vannak olyan egészségügyi dolgozók, akik nem vették fel a kötelező oltást, nálunk nincs ilyen, de ettől függetlenül létezik, ez is csökkenti ezt a fajta számot. Nálunk a televízióban mindenki be van oltva. Én azt gondolom, hogy mondom, ez egy hit kérdése, mi azt hisszük, és azt kommunikáljuk, hogy az egészségügyben dolgozónak nem csak egy egyéni döntésnek a kérdése, hanem ha veszélyeztetek vele másokat, akkor egy alázattal kell a többiek felé nyílnom, hiszen ez az alapfeladatom. Ha nem veszem fel, akkor nem ott a helyem. Hanem a bezárt osztálya ennek következményében. Igen. A következő gondolat pedig az, hogy emellett kaptunk egy nagyon nagy adag plusz szabadságot is, 10 napot az egészségügyi dolgozók részére. Mi ezt a szabadságot kiadtuk, bár jövő év decemberig kellene kiadni. De azt gondoltuk, hogy olyan állapotban vannak a saját dolgozóink, hogy minél hogy több tudjon, kell, hogy így van. Már csak azért is, mert azért a világ azt mutatta, hogy jön egy negyedik hullám, és szerettük volna, hogy egy picit pihentebb dolgozói létszámokat. Mi ezért egy részleget bezártunk. Ott most nappali ellátás folyik. Úgy néz ki, hogy körülbelül egy 8-10 nap, mire ezt el tudjuk teljes egészében indítani, de ez valóban nehézséget okoz. Nekünk szükségünk lenne 3-4 nővérre ahhoz, hogy biztosan és a járványba várható megbetegedések. Igen, de ha emlékezetem, ne felejts a szavait, ha emlékezetem nem csal, akkor önök az egyházi kórházak gyönyörű tervet dolgoztak ki, már épületet is kaptak az államtól, hogy elindítsák a saját munkaerőképzésüket. Ez időközben... Még nem kaptuk meg. Tehát a december, vagy mi ez, szeptember 30-án történik remélhetőleg az átadás, de ez egy bezárt kórházépület, ez egy volt egyházi kórházépület, ami 2003 óta be van zárva, tehát nyilván először majd a rókákat kell eltávolítani az udvarról, de nem is ez az érdekes. Az egyházi kórházak által a Szeged-Csanádi Püspökség Gál Ferenc Egyetemével közös nővér és ápoló képzőnek az első képzései, ezek októbertől mennek és indulnak. Tehát tulajdonképpen tök mindegy, hogy építkezünk-e vagy nem, nyilván építkezni szeretnénk, de hát ez forrás szükséges. A képzés és a licenses tudás átadás az elindul az idei évtől. De ez időbe tellik, ameddig? Ez időbe tellik, azt gondoljuk, hogy viszont ad egy olyan pluszt a mi dolgozóinknak, hogy ki tudnak teljesedni, mint oktató. De jelenleg ott tartunk, hogy pihenik azt, amit ki kell pihenni. Ami mögöttük van. És most és készülnek a jövőre. Fordulunk rá a következőre. Tehát ilyen szempontból ugyanolyan nehézségben vagyunk, mint a állami egészségügy. Talán a dolgozóink picit a lelkből többet tudnak belerakni, bármelyik egyházi kórházról is van szó. Talán annyiban nagyobbak a nehézségeink, hogy azzal, hogy menet közben a Covid alatt megnyitottunk új osztályokat, és az átlagfinanszírozásunk a régi létszámokra vonatkozik, illetve olyan specialitásokat nyitottunk meg, mint post-Covid vagy hosszú Covid ellátók, ahol a napi finanszírozási egységhez képest lényegesen drágább az ellátás. Ezek a mi gazdasági bázisunkat nagyon megviselték. Nem véletlen, hogy már nem tudtunk mit kitalálni, egy nővérpihenőt tudtunk valahogy összerakni Zirc mellett egy pici faluba, a Bakonyba, telt házban folyamatosan, azt próbáljuk felszerelni, tehát itt is elmondom, hogyha valaki úgy érzi, hogy segíteni tudna egy
háznak a felújításában, az nekünk nagyon nagy jó tétemény lenne. Ezek nyilván a saját dolgozóinkat pihentetik. Mecenatúra, ugye hallották, illetve megismételem, egyházügyi kórházak gondoskodnak arról is, hogy a személyzetüket előkészítsék a következő háborúra, ehhez viszont az kell, hogy valahol pihenjenek és egy kicsit magukhoz térjenek, lehet menni segíteni, jelentkezni a kórház címén, lehet e-mailt küldeni, igen. De tulajdonképpen a épületeink szépek, az állam segítségével az épületeink egy része elkészült, és reméljük, hogy el is fog készülni a maradék. A legutolsó aktus az amerikai úti szeretett kórház volt. Gyönyörület. Igen, most már csak személyzet kell hozzá. Orvosok, ápolók, takarítók, konyhások. Tehát ennyire nem tudom, hogy a szeretett kórház épületében mire van szükség. Azt gondolom, hogy gyönyörű tervek vannak. A helyzet vannak. Olyan, mint a Szent Ferenc. És azt is gondolom, hogy ha a nyugdíjas kérdést ott is meg tudjuk oldani, az nagyon sokat segít. És azt is gondolom, hogy azzal, hogyha az egyházi ápolóképzésbe egy picit bele tudunk rakni, és meg tudjuk mutatni azt a valódi életkarriert, akkor ez segíteni fog. Nagyon hiszek benne, különben nagyon jó hangulatú vezetés van a Mazsi Szeretett Kórházban, és elhivatott emberekkel találkozunk, különben minden egyházi Nekem kórházban. Nekem úgy tűnik, hogy az egyházi kórházakban, bízunk benne, hogy minden kórházban, de ezekben az egyházi kórházakban ugyanaz ötödik csatlakozót még nem ismerem, de majd eljön az az idő is. Legutolsó beszélgetésünknél ott tartottunk, hogy azért még vannak technikai hiányosságok, CT és hasonlók. Időközben lette már. Az épületet tovább építettük. Jelenlegi tudásunk szerint minden kórház össze tudta állítani, hogy mi kell a befejezéséhez szükséges, tehát az áremelkedések miatti költségek növekedéséhez szükséges forrásbevonásra. Elméletileg úgy tudjuk, hogy ez a gazdasági kabineten keresztül ment. Mi azt várjuk, hogy döntsön a magyar állam arról, hogy ezeket a építkezési, beszerzési költségeknek a plusz költségeit ezt részben, egészében, valamilyen százalékban tudja-e finanszírozni, vagy nem. Mi arra készülünk, hogy be tudjuk fejezni az egységeinket. Nyilvánvalóan alternatív pénzekből is rakjuk össze. Mi nekünk most, ha lehetőségünk lenne, az építkezést be fogjuk tudni fejezni a rendelkezésünkre álló forrásokból. Önmagukba képalkotó diagnosztikai eszközökhöz, illetve konyha és egyéb fejlesztéshez, ami borzasztóan kell, pont talán itt az előbbi kérdéshez is kapcsolódva, ahhoz szükségünk van forrásokra. Ezeknek a forrásoknak a megérkezése, hogyha január környékén megvan, akkor organikusan tudjuk működtetni a kórházat és befejezni. Nem biztos, hogy a vírus januárig vár, ez egy erőszakos vírus. A beteg ABC betűi lassan már foglaltak lesznek. Újra kezdjük, úgyhogy nem lesz ezzel gond. A betegellátási rész az kész. Tehát a betegellátást jelen pillanatban, ugye most a Szent Ferenc Kórházról beszélek, ott 68 vagy 78 oxigénnel ellátott ágy, nagyon sok lélegeztető kapacitás. Tehát mi most a 150 ágyas fekvő és nappali kórházi részleggel technikai értelemben tudnánk küzdeni. Vannak olyan pluszok, ami nagyon sokat segítene az ápolásban, és nyilván az embergárda szükséges van hozzá. Van még egy percünk post-Covid-ra. Társadalom hány százaléka, aki ettől szembe tudja, hogy ez a baja, és megy el és kezelteti, vagy felülvizsgáltatja magát? Azt kell látnunk, hogy a covidos betegeknek, attól függ, melyik becslést nézzük, 18-tól akár 46%-áig vannak post-covid tünetei, a legjellemzőbb az első 2-3 hónapban, utána részben spontán is szűnnek, utána indulnak el a pszichés tünetek, nagy teher az egészségügyre, nem tudjuk, hogy hány százaléka jut el Magyarországon erre az ellátásra, mert más az, aki igényelni, és más az, aki eljut. Nagyon sokan, főleg a pszichés tüneteket, posztraumás stresszhez hasonló tünetegyütteseket fel sem ismeri. Azt gondolom, hogy ez évekig ez a kérdés, lesz. Hogy a házi orvosok felismerik ezeket a tüneteket, és tudják-e hova küldeni a beteget? Az első az, hogy a házi orvosi ellátás egy nagyon nagy terhet kapott, megtanultak önállóan dolgozni a házi orvosok hosszú évtizedek után, hiszen nem volt mögöttük olyan egyszerű háttér, mint eddig volt. Hogy felismerik-e, az egy kérdés. Én azt gondolom, hogy most, akikkel találkoztam, felismerik. Az a következő kérdés, hogy
ki tudtuk-e nyitni ezeket az ellátási lehetőségeket ilyen mennyiségben a magyar lakosság előtt, és erre az a válaszom, hogy próbáljuk kinyitni. Szerintem ez diplomatikus volt. Kedves nézőim, az elmúlt bő fél órában Schneidel Toldi Emil, a Szent Ferenc Kórház igazgató főorvosa volt stúdiónk vendége, aki tulajdonképpen ez alkalommal, mint mindegyik egyházügyi kórház a többit is képviseli, elmondta a lehetőséget mecenatúra, adakozni, elmenni, tanulni, segíteni. Az államháztartást meg arra kérjük, hogy arra gondoljanak, hogy ők is lehetnek betegek, tehát ne tologassuk a papírokat, hanem gyors döntéseket hozzunk, hogy lehessen utalni, illetve továbbfejlődni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm. Előzetesek és utána közkívánatra megismétlünk egy fiatal igazgatóval készült riportot a Bálintház vezetőjével, hisz a hétvégén Judafest következik, az év legjobb bulija. Ezen a bulin is tessenek betartani a szociális távolságot. Biztos, ami biztos, mindenkinek a zsebébe legyen egy valami olyasmi, amit maga elé tud tenni, és mindenki, ha lehet, akkor a zsebkendőjébe prüszköljön, nem a másik fejére. Előzetesek, és jön ez az interjú. Tartsanak velünk!